Szeretném, hogyha megnéznénk a Bibliánkban Máté Evangélium a 28. fejezetét. A legutolsó fejezete Máté Evangéliumának, bár az utolsó fejezet mégis valami újnak a kezdete. Az utolsó nap, amikor a tanítványok színről színre látják itt a földön, a testi életükben az Úr Jézust, mielőtt felvétetik a mennybe, és akkor beszél velük az Úr Jézus, és mondja neki ezeket, de mégis ez egy új kezdet, ugye mégis itt valami új dolog indul el. A gyülekezetnek a kora. Mi vagyunk a tanúk. Máté Evangélium a 28. fejezet, 16-os verstől a fejezet végéig. A 11 tanítvány, persze már Júdás, az áruló, őt ugye behálózta ez a sok dolog, ami a világban van, a trend, minden egyéb, a pénz, a kapzsiság, az egoizmus kihullott, kiesett, nem azért, mert Isten engedte el, ő nem akarta megtartani magában Krisztust. Nem Krisztusnak nem volt képesség őt megváltoztatni, hanem a szabad akaratát arra használt, hogy Istentől elidegenedjen, és Júdás volt az, aki azt mondta, hogy bár én szeretem Istent, de Jézus nem kell hozzá. Bár nekem vannak bűneim, de majd kijavítom és jót teszek, majd kifizetem az árát, majd visszafizetem. Jó cselekedetekkel, meg más egyébben. És ez a Júdás volt az, aki egyedül kimaradt Istennek a kegyelméből a 12 apostol közül. A 12 tanítvány pedig elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus Krisztusnak az első momentuma az, hogy bemutatkozik és megerősíti a hitüket, az identitásukat. Azt mondja Jézus, tudjátok, hogy ki vagyok, aki mindig is voltam és mindig is leszek. Nekem adatot, nálam van megint minden hatalom. Mennyben a szellemi világban és a földi szférában egyaránt. Mivel adatot, tehát értitek, hogy nem egy zsarnok, hogy magához ragadta a hatalmat. Föllázad Isten ellen. Gyűjti a pártjára az embereket, és minél több hívő kell, mert különben nem lesz hatalma. Nem. Értitek? Ő odaadta az életét, és ezáltal jogosságot szerzett arra, igazságot szerzett arra, övé legyen minden hat. Egy olyan családot képzelj el, ahol a szüleid minden nap kifejezik azt, hogy szeretnek téged, biztonságban érzed magad, érzed azt, hogy mennyire fontos vagy, hogy értékes vagy számukra. Egy ilyen családban jó lenni, jó engedelmeskedni. Ha kérnek valamit, az nem megalázó, érted? Most ezt gondoljátok végig. Egy dolog van, amire soha nem lesz semmilyen bocsánat. Az, ha valaki Jézus Krisztust elutasítja. Ha Isten ilyen áldozatot hozott, hogy az egyszülött fiát odaadta, Jézus mindent odaadott, és valaki azt mondja, hát ez közönséges. Hát ez még arra sem méltó, hogy gondolkodjak róla. Hát, Jézus még arra sem méltó, hogy teret engedjek az életembe. Ezzel a legnagyobb sértést követed el, a legnagyobb felség sértést, amit elkövethetsz a királlyal, Istennel szemben. Hogy a számára a legfontosabbat, a legértékesebbet, te lebecsülöd, lebecsmérled, lefikázod. Érted? Erre nincs bocsánat. Mondok valamit. Ha meg akarsz bántani egy szülőt, szidjad a gyerekét. Mondjál rosszat a gyerekét. Úgy meg tudod bántani a szülőt, hallod? Úgy igazam van? Így van. Ha valaki szidja a gyerekedet, vagy bántja a gyerekedet, hallod, azzal elvágta magát. Most érted? Ha azt mondja a Biblia, hogy az Atya elküldte az ő fiát, Jézus Krisztus, és mi semmi veszünk, elutasítjuk. Érted? Sőt, tetézzük, ha úgy tetszik, értsétek jól, mert Krisztus miattunk kapott sebeket, miattunk verték el rajta a port, ami bűneinket, ami állandóan csak bűnöket követünk el, Isten nélkül élünk, és ezzel folyamatosan olyan, mint hogyha fájdalmat okoznánk, újabb és újabb ostorcsapásokat Jézusnak. Szerintetek ez az Atyának kedves? Szerintetek az Atya majd örülni fog nekünk, és amikor azt mondja, jaj, hát végül mindenki a mennybe jut. Annyi jót tettél. Igaz Jézust, akit én legjobban szeretek, hát leköpted meg, lebecsmirelted, meg minden egyéb. Amit ő készített utat, azzal nem foglalkoztál. Te magadnak készítettél kedvesen utat, mint Júdás, a sok jó cselekedettel, a vallásosságoddal, a
faji, vagy nemzetségbeli, vagy nem tudom milyen hovatartozásoddal. Érted? Hát ezzel úgy megbántod Istent, hogy erre nincs bocsánat. Az örökké valóságot Isten nélkül fogod tölteni, és soha nem lehet onnan kijönni többet, aki egyszer oda kerül. Isten nem ezt készítette. Gondolj bele, milyen nagy lelkű Isten, mekkora Istennek a szeretete. Mert azt mondja Isten, hogy amikor mi bűnösök voltunk, azaz totál távol voltunk Istentől, nem foglalkoztatott bennünket az, hogy kicsoda ez a Jézus, mit tett értünk. Sőt, azt mondja egyszer valaki, így írt egy dalt róla, hogy lábbal tapottam a sírodat, és nevettem minden kínodon. Érted? Azt mondja Isten, hogy me ebben az időben Jézus Krisztus meghalt értünk. Ebben fejezte ki Isten a szeretetét, hogy már akkor ott úgy is szeretett bennünket. Értitek? És Isten arra hív bennünket, akik ezt megértettük, hogy akkor úgy is meghalt értünk, hogy fogadd el Isten kinyújtott kezét, fogadd el azt a kegyelmet, amit Isten fölkínál Jézus Krisztusban, és éld meg! Érted? Életed minden napján ne engedd, hogy kívül maradjon a munkahelyeden. Ne engedd, hogy a tanulmányodban ne legyen benne, ne engedd, hogy a családodban ne ez uralkodjon. Érted? Töltse be az életedet az evangélium. Ez, hogy mit tett értem Isten, kicsoda ez az Isten, milyen értékes vagyok ennek az Istennek a szemében. Milyen hatalmas ez a Jézus Krisztus, aki meghalt az én bűnömért, de föltámad, legyőzte a halált. Ez az Istenhez tartozom. Ez az én identitásom. Lehet, hogy én kicsi vagyok, de Istennel nagy. Lehet, hogy én erőtlen vagyok, de Istennel erős. Lehet, hogy én nem látok át dolgokat, és nem vagyok valami nagyon bölcs és okos, de Istennel a világ minden bölcsessége az enyém lehet, és minden döntésemben a legjobbat tudom választani, mert Isten segít és tanácsol ebben engem. Érted? Istenhez tartozom. Hát akkor azt mondom nektek, értitek, hogy ha Isten fölkínálja ezt a nagy dolgot, ha övé minden hatalom, menjen és földön, neki adatot ezért a nagy áldozatért. Mindenható. Nincs olyan dolog, ami hatókörén kívül esne. Nincs olyan személy, aki nem hozzá tartozna. Na, hogy megnyugtassalak benneteket, vagy pont, hogy nyugtalanná tegyelek benneteket, lehet mind a kettő célom. Hát Isten ezt mondta, hogy amikor megerősödünk ebből, hogy ehhez a hatalmas Istenhez tartozunk, akkor ezt mondja Isten. Most, hogy tudod, hogy ki vagy, kedvesem, itt az idő, élj a szerint. Most már menj el. Nem tőlem, nem azt mondja Jézus, azt mondja, hogy menj el azokhoz. Így is fordíthatnám ezt, ha akarnám. Menj ki, lép ki. Tedd meg a kezdő lépést azokhoz, akik még most távol vannak. Ez lehet, hogy nincs is messze ez a személy tőled. Lehet, hogy ott van a családban, lehet, hogy minden nap találkoztok. Lehet, hogy lakótársad, együtt laktok. Isten, lépjél ki. Lehet, hogy házastárs, lehet, hogy gyerek, lehet, hogy szülő, lehet, hogy nagyszülő, lehet, hogy barát, munkatárs, ifjantárs, érted? Szomszéd, lépjél ki. Lehet, hogy távoli vidékre visz Isten, és azt mondja, hogy el kéne menni Indonéziába. El kéne menni Afrikába. Most sokkal több a keresztény, de még kell egy keresztény innen. Itt, ahol alig van keresztény, inkább oda menni Afrikába. Na, folyamkozok. Érted? De Isten megengedj, vagy bárhova. Antarktiszra egy kutatóállomásra, mert három főnek el akarja mondani az evangéliumot, és elküld az Antarktiszra. Nem? Az is lehet. De fontos neki ez a három ember is. Pingvinek azért kevésbé szerintem is. Pingvinekre, meg gyilkos bálnákra, meg ilyesmire. Bár a gyilkos bálna is jól nem tudom, hogy kérde is. Meg gyilkosok nem lehetnek és tanulságába, de... Menjetek el tanítványát tenni. Nem csak elvezetni őket a megtérésig, hanem segíteni őket, hogy meg is maradjanak, és kövessék Jézust az életünkbe. Mondok még egy dolgot, amire tegnap jöttem rá. Pontosabban Isten vezetett rá. Hogy van olyan, hogy valaki megtér. Elindul a keresztény életébe, és aztán hát valahogy bukdásul, és kibukik. Mondjuk a gyülekezetből. Igaz? Bűnökbe esik, valami nem megy jól. És akkor ilyenkor szörnyűdöm, hogy jaj, Szóval megijedünk ettől. Ahelyett, hogy
elkezdenénk a lelkére beszélni, és imádkozni érte, és böjtölnöd, és harcolni érte. Akit egyszer Jézus Krisztus megváltott, miért engedjük el? Hány olyan élethelyzetünk volt, amikor mi is visszaeshettünk volna, hogy vissza is estünk, és nem mégis megkegyelmezett. Érted? Miért nem tudunk mi is ilyen kegyelmesek lenni, ilyen türelmesek lenni, ilyen kitartóak lenni? Miért nem ragadjuk meg a keresztnek az erejét, a bűnbocsánatnak az erejét, a föltámadásnak a hatalmát, és miért nem ezt szerint cselekszünk? Miért mondunk le emberekről, és azt mondjuk elkövetőket halottnak, mikor Istennek van hatalma halottat támasztani? Érted? És hát könnyebb gyereket szülni, mint halottat támasztani, mondják. Ó, akkor inkább új emberek fele menjünk. De nem kell arról se lemondani. Ne érts félre, nem azt jelenti, hogy semmi más ne csinálj, csak próbáld annak az embernek a butaságát, a rossz döntéseit te jóvá tenni. Nem, ez nem azt jelenti. Ez azt jelenti, hogy hagyom, hogy a következményi utolérjék. De beszélek vele. Imádkozok érte. Éreztetem a szeretet. Mondok valamit. Ha közeli családtaggal történik meg ez, azzal még azt sem tudod megcsinálni, hogy kerülöd őt, és nem találkozol vele ünnepnapokon, és nem beszélgetsz vele. Érted? Persze egy vadidegennek, hogy azt megcsinálni. Érted? Akkor miért? Nem szabad lemondani. Érted? Nem szabad lemondani. Higgyük azt, hogy Isten mindenható Isten. Mert az. Azért hiált mindenne, és ez a reménység, ez nem szégyenít meg. Tegyünk tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, a teljességben, hogy megismerjék az atyát, megismerjék a fiút, megismerjék a Szent Szellemet, betöltekezzenek Szent Szellemmel. Ez az Isten akarata. És nézzétek csak, nincs más alternatíva, csak a bemerítkezés. A bemerítkezés az egy bibliai igazság, és az üdvösségnek egy fontos lépése. Az engedelmesség, a tanúvallomás, a Krisztusnak, a megvallásának a legelső és legfontosabb lépése. Érted? Tehát ez kulcsfontosságú, hogy megvallom a szellemi világ és emberek előtt azt, hogy én Krisztushoz tartozom, meghalok fel a bűnnek hullámsírva, és föltámadok egy új életbe. Nem bébikorban történik ez, hanem tanítványok teszik. Érted? Tanítványok kérik, hogy kérlek, merítsetek be engem. Nincs önbemerítés. Érted? Majd magamat bemerítem. Én olyan szent vagyok, hozzám senki sem méltó. Én nem fogom megalázni magam, és kifejezni azt, hogy más tegyen el a kezét, és más tegyen be a hullámsírba. Érted? És más emeljen ki. És hogy más kézzeltétellel imádkozzon, érted? Ugye? Nincs más. És ezt mondtam tegnap is, egy bemerítésen ezt megélni, érted? Hogy nem ilyen olyan zugba történt dolgok ezek, mondja a Biblia. Szégyelni kéne. Régen is, képzeljétek el, hogy az embereket ezért megölték. Azért akkor is, hol voltottak bemerítkezni? Volt bemerítő medencéjük? Volt otthon fürdőkád? Dehogy volt otthon fürdőkád? Dehogy volt bemerítő medence? Tudod mi volt? Tó volt, meg folyó. És kimentek a tóhoz, meg a folyóhoz. Lehet, hogy este. De akkor kimentek. És azért, na, őszintén, nézzétek meg, hány olyan ember volt, aki ne tartotta volna fontosnak, hogy szóljon a rokonainak. 100 évvel ezelőtt, hogy éltek a családok? Télen hány szobát kitöttek szerintetek? Elállom nektek egyet. Volt, hogy az állatokkal voltak, a jogszágokkal, vagy fölöttek. Egyet, hogy meleg legyen. Szerinted, mondjuk egy családanya, ki tudott úgy slisszanni otthonról, hogy a férje meg a gyerekei ne tudják? Ne lássák, hogy ő elment. Anya, vizes a haja. Hol voltál? A kútnál. Jó, és addig jár a kocsra, a kocsra, hogy eltörik. Sejted? Szerintetek ezt meg lehetett tenni? Nem. Szerintetek egy komoly férfi, egy családapa, és sunyiba tette úgy, hogy a feleség ezt ne tudja meg. Hogy gyerekén ne tudják meg. Miért szégyelte volna? Eddig a kocsmába járt, ivott? Érted? Most meg bemerítkezik. Mi ebbe a szégyen? Semmi. Ezért mindig is úgy történt a bemerítkezés, hogy meghívták rá a barátokat, ismerősöket, családokat, rokonokat, akik annyira fontosak voltak számukra, hogy azt akarták, hogy lássák, átéljék, mint az esküvőt, mint a menyegzőt. Elkötelezzem magam Krisztus mellett. Ez egy örömünnep. Ígyeljük meg az egészet. Érted?
Tegnap ugyanígy volt, tele volt a kis imaház, annyira tele volt, plusz székek, már álltak az emberek, hátul is voltak a kis teremben, valaki nem is tudta az egészet nézni, csak hallgatta kintről. Tele volt. Jöttek a barátok, rokonok. Fantasztikus élmény volt a tegnapi nap is. Érted, két őszinte ember, aki elmondta, hogy miken ment hát, de Isten hosszabbította meg őket. Hát fantasztikus élmény. És hallod, olyan örömteli, úgy föltölt, úgy föltüzel. Oh. Ugyanis egy igazi jó bemerítés egyszer van az ember életében, mint ugyanis egy jó házasság is egyszer van az ember életében. Ez az igazság. Érted? Gondoljatok bele, hogy én nem merítkeztetek be még egyszer, meg nem is kellene bemerítkezetni. Nem bemerítkeztem egyszer hitből, mert hitet megvalva bemerítkezünk be, nem csak úgy, hogy most úgy érzem, be kell merítkezett, nem. Azért, mert tudom azt, hogy Jézus a Krisztus etióp főpohárnok így merítkezett be. Igaz? Mondták neki. Mondták neki szülött. Hát, mondja, hogy szeretnék bemerítkezni. Hát, azt nem lehet csak úgy. Ha teljes szíveddel hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten, és Isten föltámasztott őt a halálból, na akkor lehet. Én hiszem! Én hiszem! Én követni akarom Jézust! És azt mondja, hogy hát nézd, én hol a víz, akkor állj meg! És nem lehetett ezt az etióp főpohárnokot lebeszélni erről, érted? Nem lehetett lebeszélni róla. Pedig azért fölött megtenni, biztos, na azért, na, első föllángolás, jó, figyelj, azért. Ez egy komoly miniszter volt, érted? És ott van, dönt, ez komoly, az a súlya van. És nem is titkolt el, nem is tudta volna eltitkolni. Érted? Hazamegy egy pogány világba, és ő már többet azt nem csinálni, a többiek. Fölvállalta. És igen, ennek ára van, mert valaki megkapja azt, hogy bármi lesz Jézusé. Márk evangélium a 16-os fejezete. 16-os fejezet, 14-es versétől. Tehát Márk evangélium a 16-os fejezet, 14-es versétől. Fejezet végéig pedig ezt olvasom. Végül pedig megjelent Jézus Krisztus magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és kicsit szemükbe vetette a hitetlenségüket, és a kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül, azaz megmenekül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igéhéret is a nyomában járó jelekkel. Miről van szó? Ugyanerről. Néha egy tanítvány is beleesik a hitetlenségbe, a kicsit hitűségbe, bekeményedik, kicsit kifásul, vagy megfásodik, ugye kemény szívű lesz. Jézus szól neki. Elkezd velük beszélni, szól a szívükbe. És megint csak mondja, menjetek el szerte az egész világba, hogy hirdessétek az evangéliumot. Mondjátok el! Ugye? Akkor mondjuk el, mit tett Jézus. És ez valóság. És aki hisz, és bemerítkezik, az megtartatik. A hitét megmutatja, az életét megmutatja. Nem a bemerítkezés, a hitből való engedelmes cselekedet, a tanúvallomás, tehát a bemerítkezés. Aki nem hisz, az elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Isten megígérte. Most nézzétek csak, azt olvasjuk az utolsó versben, hogy ők hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Ki kötelezte Isten arra, hogy velük munkálkodjon? Mehetnek-e ketten egy úton, hogyha nem egyeznek meg? Ugye, húzhat egyfele két ló, hogyha nem ugyanabba az irányba mennek, vagy érted, nincs a készség mind a kettőbe, hogy húzza azt a szikát, azt a szekeret. Ki kötelezte az Úr Jézust erre? Ha csak nem az, hogy ő szeretett volna ott lenni. Ő szeretett volna benne lenni ebbe az egészbe. Ő neki ez volt a vágya, hogy ez beteljesedjen, és alig várta, hogy mennyi, nyisd ki a szádat, mondd el, és én olyan csodát teszek, olyan jelet teszek, olyan egyértelműsítem majd az egészet, hogy senki nem tagadhatja le, hogy az én voltam. Érted? Néha izgulunk. Jaj, hogy fogják elhinni? Jaj.
Mondjad, amit Isten rád bízott. Érted, Jónás ebben nem foglalkozott. Háromnap, vagy bocsánat. Igen. És elpusztulni mivel? Nem, keményen hirdette. Nem, semmi komoly lelkükre beszélés, semmi lelkizés. Ennek fogtak állni, elpusztulni mivel? Vaj, tényleg? Most gondolj bele, ide jönne valaki, sőt, hányszor mondják a tévébe, interneten rákattintasz, ekkor jön a világ vége, így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, nem? Ügyesség. Kíkszeljük, becsukjuk. Nem foglalkozunk ezekkel. Most jön egy sehonnai ember, nem is ismerik, ide jön, érted? Hozzánk a nagy városba, a nagy gazdag városba, Ninivel, ugye, Babilon fővárosi része, minden, gondolj bele, jön egy zsidó, egy kis tartományból, úrót akar ez az ember. És ez a három napos elpusztul Ninive, és mindenki hallgat. Mindenki hallgat rá, vezetők hallgatnak rá. Hogy van ez? Ha csak nem azért, mert Isten nyomatékosította. Ményt ott a szívüket, és aztán, hogy ez komoly ez a hír. Akkor miért nem lehet mondani? Nem hiszük el, hogy Isten ott van? Isten érdekelte be, érted? Isten előttünk jár, nyomába járó jelekkel. Szóval ezt akarom nektek mondani. Ne mondjunk le. Mondjuk el az evangéliumot. Higgyük el azt, hogy Isten ott van, érdekelt benne. Isten hamarabb ott van. Megerősíti, jelekkel, csodákkal. Tudod, hányszor szégyeltem magam? Mondta Isten, menjél és mondjad. Á, nem mondom, Uram, nem mondom. Á, ezért ciki, meg á, traktálásnak fogja érezni. És ő jött, és ő mondta, képzeld, ez és ez volt. Érted? Mondja nekem, hogy képzeld, ezt mondta nekem Isten. Mondom, hogy? Hát, néztem egy műsort, és nagyon a szívemhez szólt. És elővettem azt a Bibliát, amit még tőletek kaptam. Én nem hittem el, hogy ez megtörténhet. Jó, hogy ilyen a lelkészni. De tanulok ebből is, és igyekszem bízni az Úrban, hogy ő hatalmasabb, mint hogy át tudom képzelni. Ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, ha valami halálosat isznak. Nem árt nekik, betegre teszik rá kezeket, és azok meggyógyulnak. Nem hiszünk ezekbe. Kedvesim, nem hiszünk ezekbe. Mi le tudjuk, mi evangéliumi hívők vagyunk. Mi nem hiszünk ezekbe, igaz? Mi nem. Na jó, évente kétszer bepasszírozunk egy férfi meg egy női lelki gyógyulás, szabadító szolgálta, lördögözéssel, minden. Na jó, az oké. Okay. Ugye? Évente egyszer tartunk egy profétai hívó alkalmat, amikor használjuk a proféta endékot. Igaz? Meg aki tud nyelveken szólni, akkor gyakorolhatja, de egyébként meg, jaj, nehogy már a hétköznapokban meg egy rendes Isten tiszteletbe ezek bekerüljenek. Betegekért valójában, óra, majd neki erőt, hogy el tudja hordozni. Add az, hogy hatásosak legyenek a gyógyszerek, és minél kevesebb tartalom legyen az ételben, amit eszünk. Köszönöm, Uram. Amen. Nem, de most komolyan. Nem azt mondom, értetek, hogy Isten ne használ. Hát hogy ne használná az orvostudományt, érted, a természetes gyógymódot, tehát a gyógynövényeket, bármi egyebet, érted, a gyógyszereket, minden egyebet. Hogy ne használná Isten? De miért nem hiszünk abban, hogy hatalmasabb? Miért mondunk le? Érted, emberek, miért nem imádkozunk értet Isten? Mi nem kérjük Isten. És amikor azt mondjuk az ima végén, hogy de Uram, legyen meg a te akaratod, az ne az én kicsin hitűségemnek legyen a fedő neve. Hát úgy hiszek, de Uram, legyen az te akarod. Milyen jól hangzik, nem? Hát az Úr nem akart, hogy mi gyógyuljál. Én se hittem benne, te se hittél benne. Akkor miért lett volna érdekelt benne Isten? Nem? Ugye? Értitek, hogy mit akarok mondani? És hogyha valaki nem gyógyul meg, akkor mondom, Uram, biztos valami más terved van, valami nagyszerűbb terved van az életében. De akkor hittel mondom, és tudom, hogy ez így van. Ezek a jelek követik. Azt mondja nekem egy baptista előjáró. Nem is, mindegy, nem mondom, hogy kicsoda. Ő ezekben annyira nem hitt. És volt egy bácsi, elmentek hozzá meglátogatni. Elmondani neki az örömhét, az evangéliumot, mit elférte Jézus. A bácsit ez nagyon idegesítette. De egyszer csak a bácsi azt mondta, hogy kedveseim, hát olyan kedves fiatalok vagytok, akkor meghívlak benneteket egy ebédre, jó? Meghívt őket ebédre. És ettek. És kérdezték a bácsit, hogy nem eszik. Nem. Ő már elvett, ő várj egy kicsit. És megették az ebédet, és a bácsi, nézd,
vízen jelen. Hát azt mondja, hogy patkányvérget tettem az ételetekbe, kutyámon kipróbáltam, az egy perc alatt fölfordult, de ti már 20 percen még mindig éltek, és nincs sem bajom. Akkor kezd érdekelni az, amiről beszéltek. Ki ez az Isten? Azok nem tudták, hogy mit tesznek. Hálát adtak, megszentelődött az étel háladás és könyörgés által, ezért fontos imádkozni a kezés étkezés előtt. A viccen kívül mondom, azért fontos. Érted? Ez itt történt Magyarországon pár éve. Ez, amit van leírva. Billy Graham nem tudott oroszul. Most se tud, szerintem. Meghívták Oroszországba evangelizálni. Persze úgy gondolták a ruszkik, még a Szovjetunióban, hogy elintézik az öreg amerikai, ugye, jöjjön csak el, meghirdették, nagy stadion megtelt, és a kezdés előtt fél órával eltűnt a tolmácsa. Hát szerintetek KGB szépen elvitt egy kicsit megkínozni a tolmácsot. Billy Graham bácsi ott állt a szószéken, mit csináljon, nem tud senki angolul, hogy fog velük beszélni, azt mondta Isten, kiske felt még megtöltöm. És elkezdett prédikálni nekik. Ő mondta, hogy ő, ahogy beszélt, nem, ő azt angolnak hallotta, az egész stadion kristálytisztán értette oroszul az egészet, amit mondott, hogy hirdette az evangéliumot. Érted? Tehát Istenünknek mi lehet akadály? Vannak arab falvak, nem engedik be misszionáriusokat, érted? Az iszlám állam katonái védik. És álmukban megjelenik nekik Jézus, és a katonák közül megtérnek. És mondják nekik, Jézus mondja nekik álmukban, hogy te engem üldözöl, mint amit hallott Saul, Pál apostol. Miért üldözöl engem? Az enyémet üldözöl, engem üldözöl. Valaki ilyet kap ám, hogy olvassa a Bibliát, vegye elő a Bibliát, abban van a megoldás. És fű alatt kerít egy Bibliát, úgyhogy az életével játszik, hogyha megtudják, hogy Biblia van nála, ő is meghal. Érted? Tehát akkor miért nem hiszünk Istenbe, hogy ma Magyarországon miért ne tudna munkálkodni Isten? Ahol még egy normális országban élünk, ahol a homoszexualitás az még nem legális. Bizonyos méretekben. Érted? Amíg van bizonyos értelemben vallási szabadság, és bemehetünk intézményekbe, és az után elmondhatjuk ezt az egészet. Akkor mire várunk? Majd az, hogy bezáródjanak ezek? És akkor könnyebb lesz, meg jobb lesz? Hát itt van, ma, az év utolsó napján Isten hív arra, hogy szálljuk oda az életünket, hogy a jövő évtől kezdve máshogy legyen. Azt mondja tegnap nekem, egy egyetemista, hogy elment a vizsgaidőszakomból több hét, olyan rosszul esik, olyan szomorú vagyok, olyan buta vagyok, nem tanultam. Úgy elment a kedvem az egésztől. Mondom, akkor itt az ideje, hogy most leállj az ön sajnálattal, és tanulj. A mai nap a fordulópont. Eddig elég volt, lustálkodtál, elnyíltél, elpazaroltad, itt az idő, változtass fel. És tudom azt, hogy ez az emberke azért nem tudott tanulni, mert lelkileg nem volt jól. És amikor lelkileg nincs jól az ember, akkor sok mindent megtesz azért, picit jobban érezze magát, filmeket néz, pihen, ide megy, oda megy, nem tudja csinálni a feladatát jól teljesíteni, nincs jól lelkileg. Ezt tudom. Mondtam neki, itt van, szólt hozzád ma Krisztus, vedd komolyan. És változtass, mai nap, nem holnap, nem jövő héttől, nem január másodikától, mai naptól változtass rajta. Hát nem. Minek? Beittam, aztán másnap macskajős vagyok. Nem. Nem engedek át még egy napot a sátának. Ha észrevettem azt, hogy nem úgy mentek a dolgok, akkor miért várjak majd holnapig, meg holnap utánig? Miért nem ma, amikor Isten szól hozzám, amikor hitet ébreszt a szívembe, miért nem most lépek ki? Az Úr pedig, miután ezeket mondta, odaült Isten jobbjára, a hatalom trónusára, a dicsőség trónusára, érted? Hogy hatalmat adjon nekünk, fölhatalmazzon, érted? És megmutassa az ő dicsőségét. És ezek az emberek pedig hittek neki. Elmentek és hirdették az igét, Isten pedig mindenütt velük volt, és megerősítette ezt. Ez az igéhirdetés, na azt képzeld, hogy na, a prédikátorokat megerősíti Isten. Azokat is. Azokat kiváltképpen. De a mindennapi prédikátorokat, a mindennapi evangelistákat,
ott vannak a mindennapokban, és elmondják ezt. Azokat is megerősíti Isten. És a zárásként pedig, hagy olvassak föl egy utolsó részt, ez a rómaiakhoz írott levélben van. Ú, de jó, becsuktam. Róma 10. És ezzel fejezzük be. Negyedik verstől. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írta, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. Tehát a jó cselekedetekből, meg a vallásosságból. De a hitből való igazság pedig így szól, ne mondd szívedben, hát kimegy fel a mennybe. Azért tudnélik, hogy a Krisztus meg onnan lehozza jó cselekedettel, mindennel. Vagy kimegy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy a Krisztust a halálból majd fölhozza. Hanem mit mond a hitből igazság? Hogy közel van hozzád az ige. A te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy meg is tartassunk, üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, amit megvan írva, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, üdvözül, megmenekül, megtartatik. De hogy hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Hát így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.